Sziasztok! A mai videóban egy ötös gólba fogjuk a fejedtséget kicserélni, helyett a ősidőket idéző rendszer helyett beteszünk egy androidos fejedtséget, amivel már GPS, Wi-Fi, Bluetooth és minden nyalánkság benne lesz. Tartsatok velem! Először felpattingatjuk ezeket. Van benne egy csavar, ha megtaláljuk, torxos természetesen, T20. Oké, okay. Kint van ez a csavar. Folytatjuk itt a műanyag elemek kipattintását. Itt is van benne két csavar, amit ki kell szednünk. És így most már ennek az egésznek le kell jönnie. Is. Ezt hagyhatjuk itt, mert csak néhány csavar van, ami tartja. Ezt az alsó részt is lepattintgatjuk. Úgyis ezt az alsó keretet még ez a két csavar tartja itt. Oké, okay, most már lejön ez az alsó műanyag elem is. Rakjuk. És jöhet a rádiónak a négy csavarja. Oké, okay. Kihúzzuk a helyéről. És lecsatlakoztatjuk a kábeleket.
Oké, jöhetnek a kábelek. Ezt csak így össze kell hajtogatni. Gembuszt én már ráraktam. Itt egy antenna kábel van. Ez külön érkezik, ez nincs így egybe rakva, ezt összeforrasztottam. Meg így szikszalaggal valamennyire átragasztottam. És így már biztosan jó lesz. Ide mindenképpen kell egy átalakítót vennetek, ami ebből a kettőből csinál egyet, és akkor úgy lesz tökéletes. Ezt összedugjuk. Jöhet a fejegység. Bedugjuk az antenna kábelt. A fő csatlakozóját is bedugjuk. Ezt a kábelt is bedugjuk a helyére. Itt van ez a csatlakozó. Ez alapból össze van dugva, de ha szeretnétek azt, hogy a kulcs kihúzással együtt kikapcsoljon a rendszer, és indítással bekapcsoljon, akkor ezt szét kell húzni. Marad a GPS jeladó. Én ezt úgy gondolom, hogy itt felül találunk neki helyet. Most egyelőre csak itt áthúzom. Aztán berakjuk a fejegységet, és úgy majd elrendezzük. Bele kell csavarozni. Semmi ördöngőség nincs benne. Így, rendbe. És akkor mehet vissza az egész. Visszarakjuk az alsó műanyagot, csak szépen visszapattingatjuk. Visszacsavarozzuk. És akkor még megmaradt ugye a GPS jeladónk, ezt itt átdugjuk alul, mert itt az első részében az autónak jó lesz. Egy csavart visszarakjuk. Ó, a csavarok megvannak, a GPS jeladót felragasztjuk a végleges helyére. Itt jó lesz, visszapattintjuk. Itt még van egy csavar, ezt visszarakjuk.
Oké, ez is megvan. És akkor a végére mehet vissza ez az utolsó burkolat. És végre elkészült a beépítés. Láthatjátok, milyen szép lett. Majd készíteni fogok róla egy részletes bemutatót, hogy pontosan mit is tud ez a rendszer. Addig is nyomjatok egy lájkot, ha tetszett a videó, iratkozzatok fel a csatornámra, és sziasztok!